Hello, sziasztok! Nagyon sok szeretettel üdvözöllek benneteket! Ebben a videóban a tőkevédett, illetve tőke garantált befektetési alapokról, befektetésekről fogunk beszélgetni, és meg fogjuk nézni, hogy ha nem is átverések ezek a befektetések, de miért nem az évszázad üzletei? Tartsatok velem! Nemrég olvastam a gazdasági médiában, hogy az év eddigi legnépszerűbb befektetései lettek a tőkegarantált, tőkevédett befektetési alapok Magyarországon, illetve megjelent az első tőkevédett, tőkegarantált ETF is, és ennek apropóján gondoltam, hogy ideje lenne beszélgetnünk egy kicsit a tőkevédett, tőkegarantált befektetési alapokról, és megnézni, hogy pontosan hogyan is működnek ezek. Ugye a legtöbben akkor találkoznak ezekkel a befektetési alapokkal, amikor gyanútlanul bemennek a bankfiókba, esetleg már van valamekkora megtakarításuk mondjuk a bankszámlájukon, és az ügyintéző felajánlja, hogy mi lenne, hogyha megpróbálnánk ezen hozamot elérni és befektetni. Nagyon sok kisbefektető nem akar kockázatot vállalni, fél magától a befektetésektől, és ilyenkor nagyon jól jön az ügyintézőnek, értékesítőnek az a mondat, hogy de hát ez tőkegarantált, ezen nem lehet veszíteni, de mégis ezekkel a tőkegarantált befektetésekkel akár a részvénypiacba is befektethetünk, mégsem lehet veszteségünk. Ugye ez így nagyon jól hangzik, és sok kisbefektető, aki nem lát emögé, az azt gondolja, hogy valószínűleg itt arról van szó, hogy a szakértő, a tanácsadó vagy a broker majd átvállalja a kockázatunkat, és ő befektet a részvénypiacon, de majd annyira jól fogja ezt csinálni, annyira magabiztos, hogy garanciát vállal arra, hogy nem fog veszíteni a pénzünkből. Na hát mi sem áll távolabb az igazságtól, valójában nem erről van szó, valójában egy matematikai trükkel érik el azt, hogy tőkegarantált, tőkevédett, vagy akár hozamgarantált is legyen a befektetésünk. Na nézzük, hogy hogyan is működik ez. Nagyon sok kisbefektető azért fordul ezekhez a tőkegarantált befektetési alapokhoz, mert szeretnének hozamot realizálni, szeretnének valamilyen kamatot kapni, de nem akarnak kockázatot vállalni. És az is lehet, hogy félnek például az állampapíroktól, félnek magyar állampapírba fektetni, mert mi van, hogyha csődbe megy az állam, félnek bankbetétbe lekötni a pénzt, hiszen alacsony kamatot fizet, és hát a bank is kockázatos, ezek a tőkevédett alapok pedig hát mindenre megoldást kínálnak. Ezek a befektetések nagyon gyakran egy határozott időtartamra szólnak, például 2, 3 vagy 5 éves időtávra, és ezen az időtávon garantálja a szolgáltató a tőkénk biztonságát. És valójában nagyon egyszerűen arról van szó, hogy kiszámolja egyszerűen a szolgáltató, hogy mennyi pénzt kell neki most garantált kamatozású eszközökbe fektetnie, például bankbetétbe, állampapírba vagy kötvényekbe, hogy az a kamat a futamidő végére nekünk pontosan kitermelje azt a tőkét, amit mi befektettünk, és a maradékot pedig ő elhazárdírozhatja, bármilyen kockázatos eszközbe befektetheti, hiszen az már csak úgymond arra van, hogy hozamot termeljünk. Itt egy példán keresztül szeretném ezt szemléltetni, tegyük fel, hogy valaki 10 millió forintot szeretne tőkegarantált befektetésbe fektetni, tegyük fel, hogy elérhető mondjuk a befektetési alapkezelő, el tud érni 6%-os garantált kamatot magyar állampapírba. Akkor nagyon egyszerűen kiszámolja, hogy ahhoz, hogy 3 éves futamidőn belül garantálni tudja nekünk a 10 millió forintot, akkor neki 8,4 millió forintot kell magyar állampapírba fektetnie 6%-os kamaton. Ez szépen kitermeli a 10 milliót, és marad 1,6 millió forint a 10 millióból, ami pedig arra használható, hogy hozamot érjünk el. Na ez az, amit egyébként befektethet például a részvénypiacon. De lássuk azt, hogy ez a teljes összegünk 16%-a. A teljes összegünk 16%-át fektetjük a részvénypiacba, és még ha 10%-os hozamot el is érünk, akkor az 1,6% a teljes portfólióra vetítve, hát ez nem túl szexi, ezt nem lehet olyan jól eladni. Éppen ezért azt is mondhatja akár, és ezt is szokták mondani, hogy akár a részvénypiac teljes hozamából is egy bizonyos mértékig például részesedhetünk, és ezt az 1,6 millió forintot sokkal kockázatosabb eszközbe is fektethetik, például tőkeáttétel segítségével fektethetik a részvénypiacba. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy például emellé hitelt vehetnek fel, és megtöbbszörözhetik ezáltal ezt az 1,6 millió forintot, és ennek a hatását megtöbbszörözve ezt befektethetik a részvénypiacba. Ez viszont azt fogja eredményezni, hogy ez egy sokkal-sokkal kockázatosabb dologgá válik, és nagyon valószínű, hogy igazából ez az 1,6 millió forint ez úgy, ahogy van, el fog tűnni. Ezért igazából egy fogadást kötött, egy nagyon kockázatos fogadást a részvénypiacra,
ami valószínűbb, hogy nem jön be, mint hogy bejön. És ha bejön, akkor tök jó, mert az ügyfélnek tudom mutatni, hogy mekkora hozamot értem el. Ha nem jön be, akkor sincs semmi, hiszen a 8,4 millió forint, amit befektettünk állampapírba, az ki fogja termelni a 10 millió forintját. A valóságban nem hitellel szokták ezt megoldani, hanem opciókkal. Az opciók gyakorlatilag jogot kínálnak arra, hogy bizonyos áron vásárolhassanak értékpapírokat, és ezekkel a jogokkal lehet gyakorlatilag ugyanúgy tőkeáttételt elérni, tehát gyakorlatilag ilyen jogokba fektetik ezt az 1,6 millió forintot, kb. 16%-ot, és hogyha szerencsénk van, akkor ezek a jogok relatíve akár nagy hozamot is tudnak elérni, ami így a teljes portfólióra vetítve is érzékelhető lesz. Na de a valóság igazából az, hogy nem javult a befektetési portfóliónk kockázathozam aránya, sőt, mivel erre a teljes befektetésre felszámolnak egy alapkezelési költséget, költsége van a vásárlásnak, költsége van az eladásnak, költsége van a számlavezetésnek, valójában sokkal rosszabbul jár az átlag kisbefektető, mint hogyha mindezt maga hozta volna létre. Arról nem beszélve, hogy az intézményi befektetők az állampapírokon, a magyar állampapírokon el tudnak érni ilyen 6-8%-ot, közben a lakossági állampapírok pedig 15% feletti kamatot fizetnek. Tehát igazából ennél sokkal biztonságosabban, sokkal magasabb hozamot is el tudna érni az átlag kisbefektető. És hiába pont attól fél, hogy mi van, ha államcsőd lesz, mi van, ha a bank csődbe megy, valójában nem mer állampapírba fektetni, de közvetetten mégiscsak abban lesz a pénze, tehát valójában nem mentesült az állampapírok kockázata alól, csak egy szinten mélyebbre elrejtette maga elől, hiszen nem tudja, hogy hogyan működnek ezek az alapok. Ami itt a lényeg és igazából a legfontosabb tanulság ebből a videóból és a tőkegarantált alapokból az az, hogy nincs új a nap alatt, és sosem lesz olyan, hogy egy pénzintézet vagy egy alapkezelő levegye a kockázatot rólunk, rólad, és hogy helyetted vállaljon kockázatot csak azért, mert nagyon bízik magában. Valójában te teljesen ingyenesen tudnál lakossági állampapírokba fektetni, vagy ugyanezt a bankbetéti hozamot elérni, teljesen fölösleges egy tőkegarantált alapnak fizetned azért, hogy a tőkéd 80-90%-át betegye neked bankbetétbe, és a maradék 10%-kal pedig valamilyen szerencsejátékot üzzön, csak azért, hogy kiírhassa a prospektusra, a weboldalra, hogy igen, részesülhetsz a részvénypiaci hozamokból. Részesülhetsz, de ez nagyon valószínűtlen. Nézd, itt összegyűjtöttem azokat a tőkevédett alapokat, amiknek van 3 évre visszamenőleg eredménye. Látható, hogy nemhogy az átlag, de egyik sem verte meg az ez idő alatt tapasztalható inflációt, tehát még az sem igaz, hogy ezekkel ne lehetne veszíteni. Hiszen oké, a 10 millió forintod az garantált, nominálisan megkapod majd a 10 millió forintot a végén, de ezt nem tudjuk most, hogy mennyit fog érni. És valójában az inflációt azt ugyanúgy el tudod veszíteni vele, és az pedig egy 10-15-20%-os infláció mellett akár a vagyonod 20-30-40%-a is lehet. Tehát egyáltalán nem igaz az, hogy ne lehetne bukni a tőkegarantált befektetésekkel. Valójában ez egy jól kinéző szemfényvesztés, jól el lehet adni azoknak a befektetőknek, akik nem értenek hozzá, de valójában kockázathozam arányt tekintve nem jársz vele jobban, mint hogyha magadnak kialakítanál egy részvénykötvény portfóliót. Hogyha mélyebben érdekel a téma, akkor csináltam egy komplett útmutatót erről egyébként, a videó leírásába beteszem a linket, ott a konkrét példákat is megnézheted, hogy befektetési alapokat hogyan hoznak létre, mi tartalmaznak ezek az alapok, mélyebben utánolvashatsz, illetve hogyha szeretnél bölcsbefektetési döntéseket hozni, és nem bedőlni a bankoknak a különböző trükkjeinek, akkor gyere el a pénzügyi szabadság alapozó tréningre, ahol akár már kezdőként, de középhaladóként is megkapod azokat az információkat, hogy fel tud ismerni ezeket a trükköket, és hogy meg tud mondani, hogy mi az, ami egyébként jó befektetés, és hogyan lenne érdemes úgy befektetned, hogy akár a profikat is megszégyenítő hozamokat tudj elérni, különösebb időráfordítás nélkül. Nagyon sok szeretettel várlak, köszönöm szépen, hogy itt voltál és megnézted ezt a videót, sok sikert kívánok, hajrá!